szevasztok, elindultam a nagyfutamra. Tartsatok be! Utána vezér elindul a Károly körút felé, majd az Asztoriánál elfordul jobbra a Kossuth Lajos utcára, elmegy a Ferenciek teré, van egy visszafordító, majd visszajönnek az autók ide az Erzsébet térre. Így a pálya 2,5 km hosszú, és majd minden autó kétszer fog körbe menni a pályát. A felvonuló, ahogy tetszik, és ez a pályaszakasz teljes egészében 2,5 km hosszú. Mielőtt az emeletes busz és a versenyzők parádé elindul, egy pályabejárás követ. Hogy jobban halljátok, amit mondok, mert elég nagy tömeg. Most itt állok át a parlamenthez, ahol a légibemutatóval folytatódik a nagyfutamnak a programja. Eddig itt a városban láthatunk Timo Glockot, René Rastot. Hagyják szeretettel Timo Glockot és René Rastot, a szóval jobb hagyja a Max Verstappen többször is. Keskeny, glória nélküli autóvágon. És akkor hölgyeim és uraim, hogy leszállják
Lehetett hallani az M4 Sport adását is, hiszen a helyszínről közvetítettek. Szújózzal és Weber Gábor, egyébként Weber Gábor lesz majd a vendégem, szóval figyeljétek az oldalamat. Ők készítettek interjút Mihelis Norvival, Kis Norvival, Timo Glockkal, René Rászkal, tehát minden nagy nevet elhívtak hozzájuk is. Max Verstappen is ott volt, ráadásul a Liberty Media első embere is, aki jelenleg majd első embere is, el is beszélünk a jövőről. És most még nem látjátok, de mindjárt mutatom, itt vagyok már a Dunaparton. Kezdődik a légi bemutató, nem tudom, közben fogok-e tudni jelentkezni. Az autós része azért nem jelentkeztem, mert jó helyen volt, mint ahogy már mondtam. Be voltam kicsit szorulva, és éppen hogy csak a telefont fel tudtam emelni, mert bármerre néztem. Vagy emberek álltak ott, vagy a kocsik száguldoztak, tehát nagyon nem tudtam jelentkezni, de innen esetleg majd próbálom. Sziasztok! Elment a vizergép is, várjátok majd szeretettel a vlogomat, próbáltam mindent felvenni normálisan, majd meglátjuk, hogy mi sikerült. Sziasztok!